Köszöntöm a Liceum Televízió kedves nézőit! Önök a Históriákat, az Eszterházi Károly Főiskola Történelemtudományi Intézetének történelmi magazin műsorát látják. Előző adásunkban már állandó nézőink találkozhattak új formációnkkal, amikor is egy kérdező és három beszélgető partnerrel ö, vázoljuk fel egyes korszakokat, egyes személyeket. Ez ma sem lesz másképp. Köszöntöm is a stúdiumban dr. Gebei Sándor tanárurat, a Koraújkori Történeti Tanszék egyetemi tanárát, Dr. Kalmár János tanárurat, szintén a Koraújkori Történeti Tanszék Egyetemi Docensét, illetve Borbély Zoltán, a doktori iskola doktorandusz hallgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfáradtak a stúdiónkban. Mai beszélgetésünk apropóját a tavalyi év adja, ugyanis 2013-ban Betlen Gábor emlékévet ült az egész történész szakma, és az első kérdésem az arra vonatkozna, hogy mi volt ennek az apropója. 2013 miért Betlen Gábor emlékév? Hát 1613 és 2013 kerekéforduló és hatalomra kerülésének ugye 400. évfordulóját ünnepelte meg a szakma, de ez semmiféleképpen nem emlékülés, hanem tudományos konferenciák sorozatát jelentette az országban, illetve a Kárpát-medencében. Két nagy, jelentős konferencia zajlott e vonatkozásban. Az egyik Kolozsvárot, és ez nem véletlen, hiszen fejedelem itt választották meg, Gábor 1613. október 23-án, 33 éves korában. A másik nagy jelentős rendezvény az Budapesten, az akadémián e, zajlott. Ezen kívül még Betlen kiállítást rendezett a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve szintén egy konferenciával e, emlékezett meg erről a nagyon fontos eseményről. És nem beszélve azokról a tudománynapi rendezvényekről, amelyeknek részese volt a mi főiskolánk is, hiszen mi is a tudománynapok e, ünnepséget, napok ünnepségét hát ennek szenteltük. Betlen Gáborról egy középiskolás tankönyv úgy fogalmaz, hogy a 16. Századi, vagy 17. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja. De ki is volt ez a Betlen Gábor? Hogyan jutott el oda, hogy fejedelemmé választották? Hát, ugye nem predestinált őt semmi a fejedelemségre, ami a származását illeti, de korán árvosságra jutott, és hát a, a fejedelmi udvarba, ugye Rákóczi, be Zsá, Bátori mond, fejedelmi udvarában vállalt szolgálatot, mert, mert hát a családi háttér, anyagi háttere nem engedte meg, hogy a csak a birtok jövedelméből megéljen. És hát ez a ö, szolgálat, ez ö, rengeteg tapasztalatot, egyrészt az udvar környezetében, másrészt pedig azután diplomáciai és egyáltalán a politikai ö, későbbi életében hasznosítható tapasztalatokkal vértezte fel. És ö, hát azután ugye a közvetlen fejedelm elődje Bátori Gábornak a szolgálatában, nagyon fontos szerephez jutott, de ugye ez a, ez a közöttük a, a kiéleződött az ellentét, ennek részben személyi okai és hát valamelyest politikai okai is voltak, és e, ugye úgy alakult a, a helyzet, az ő személyes sorsa, vagy jövője szempontjából is, hogy jobbnak látta, hogyha elmenekül a várható fejedelmi bosszú elől, és az a menekülési irány, az ugye a török földre vitte, és hát ez a, hogy mondjam, előélet, vagy a pályájának ez a lépése, ez tulajdonképpen predestinálta már azt a későbbi politikai koncepcióra, illetve azokat a politikai lépéseket, elköteleződést, ami hát végeredményben is alapvetően az egész uh, uralkodását uh, jellemzi majd. Tehát ezt a bizonyos török orientációnak a magvai azokat itt, itt kell keresni ebben a talajban gyökereznek. Ugye ez az adás ez nem csak konkrétan Betlen Gáborról fog szólni, hanem koráról is. A fejedelem választásának uh, körülményeiről, Mindjárt megkérdezem majd Zolit, előtte azonban helyezzük tágabb kontextusba ezt az időszakot. Mi zajlik ekkor Magyarországon, és milyen, milyen helyzetben van ekkor az ország Erdély, illetve a, a, a Kárpát-medence? Hát az erdélyi fejedelemségről kellene akkor szükebben szólni, és ahogy már itt a karmár kollega is említette, ugye Bátori Gábor 1680 és 1613 között tölti be a fejedelmi, Posztot. Hát nagyon viharos a két Gábornak a viszonya, és ez mindenféleképpen kihatott ugye a királyi Magyarországra, de kihatott természetesen a török moldvai fejedelemségre és havasalföldi fejedelemségre is. Bocsánat, havasalföldi vajdaságra, nem fejedelemség kihatott. Tehát a két Gábornak politikai elképzelései nagyon-nagyon rövid időn belül divergáltak, és egyáltalán a fontos kérdést, erdélyi fejezemség történetét befolyásoló eseményeket és koncepciókat, perspektívákat nem egyformán ítélték meg. Mindkét Gábor igen-igen, hogy és mondjam, csak akaratos ember volt, szilárd meggyőződéssel képviselte azokat a politikai elképzeléseket, amelyet ugye az egyik fejedelemként, a másik pedig fejedelem közvetlen munkatársaként, az erdélyi hadak főparancsnokaként, ugye az udvari hadaknak főparancsnokaként láttak, és bizony ez nagyon komoly súrlódásokat is eredményezett. A török számára az edélyi fejedelemség hát 1540-től az mindig egy olyan terület volt, ami igaz, hogy különleges övezetnek számított az oszmán birodalmon belül, de számára a lényeg, hogy egy megbízható ilyen ember irányítsa ezt a fejedelemséget. Na most Bátori Gábor Betlen ajánlatára és beajánlásával fogja megkapni ezt a fejedelmi trónt 1680-ban, és pontosan Betlen Gábor lesz az, aki majd éppenséggel idézőjelben mondanám, beárulja majd a portán 1613-ban a fejedelmet, és igenis nagyon komolyan közöműködik abban, hogy eltávolítják a hatalomból, azért, hogy éppenség elő 1613-ban a török segítségével, a törökök jelenlétében, majd aztán Kolozsváron megválasztassa magát fejedelemnek. Hogyan zajlott ez a fejedelem választás, illetve az első években uh, volt, milyen intézkedéseket hozott, illetve hogyan lehetne ezt az időszakot jellemezni? Ahogy többször szóba került már, Betlengábornak menekülni kellett Erdélyből 1613-ban, illetve hamarabb, ugyanis a testi épségét veszélyeztette bátor jelleme és viselkedése, ezért török földre menekült, ahol nem csak Betlengábor, hanem különféle száz követek is igyekeztek Bátori Gébor teletüntetni Erdély éléről. Azonban a kapcsolatait kihasználva Betlen Gábornak sikerült ezt elérni, és Szkender Pasa vezetésével egy török sereg élén vonult Erdélybe. A megválasztása előtti néhány napban Bátori Gábort meggyilkolták, a hajdú katonák, így szabaddá vált a lehetőség Betlen Gábor előtt, hogy elfoglalja az Erdély trónt. Uh, ugye erős török behatással uh, választották, ugye féltükben liber eligálták az erdélyrendnek Betlen Gábort, és pontosan ez okozta uh, a legitimációjának megkérdőjelezését a magyar király részéről, ugyanis uh, Betlen Gábort uh, fejedelemségének első néhány évében, mint, uh, mint török bírendszer, vagy a török uh, vazallusát tekintették, és pontosan ezért nem akarták őt fejedelemként elismerni. Mikor átvette 1613. októberében a fejedelemséget Betlen Gábor, akkor egyrészt Bátori Gábor önkényes uralkodási hát mikéntjének köszönhetően, illetve még a 15 éves háború pusztításai okán ugye elég rossz állapotban volt Erdély. Bátori Gábor elfoglalta a Szászok központját Szebent, áthelyezte oda a félelmi székhelyét. Ugye az Erdély 3 uh, nációnak a, uh, egyik uh, markáns képviselői voltak a szászok, akik a politikát mindenféleképpen meghatározták, uh, ezért mindenképpen ki kellett egyezni a, a szászokkal, amit uh, egyértelműen Szeben visszaadásával tudott uh, kivitelezni, amit 1614 végén uh, meg is tett, tehát visszaadta uh, Szebent a szászoknak, és elkezdte, a gyulafehérvály, újjáépítését. És ez szerintem jellemzi is uralkodásának első néhány évét, hogy az önálló fejedelmi udvar kiépítésének megkezdésével együtt ugye erdélyi gazdaságát is megpróbálta hát minél gyorsabban helyrehozni, ugyanis, amint említettem, főként a Habsburg magyar király részéről érték elég heves támadások, illetve hát az ő ő elképzeléseinek kivitelezésére megbízott emberek, illetve a központi koncepció kivitelezésére megbízott emberek. Értem, itt Radus Erben volt a Havasalföldi Vojdát és, és Homonnai György trónkövetelőt, de az uralkodásának kezdetétől szinte megjelenik az a, merkantrista tendencia a gazdaságpolitikájában, Amivel aztán uh, a történészek jellemezték az ő tevékenységét. Számos érdekes dolgot felvetettél, uh, mielőtt azonban rátérnénk, hogyan lehetett a korban valaki erdélyi fejedelem. Mi volt szükséges ahhoz, hogy ő egy legitim uh, fejedelem legyen? Hát meg kellett ugye választani elvileg, mert ugye hát a, a, rendeknek volt joga a fejedelem választás, őket illetve meg a fejedelem választás joga, ugye ezt, ezt országgyűlés keretében történt meg. Na most persze ez ugye Erdély esetében is, hát itt Petlen esetében is éppen Zoltántól hallottuk az e imént, hogy ugye tulajdonképpen ugye formális volt, mert mert hát a, a, portán eldöntötték, vagy a porta jelöltjét választották meg, tehát ugye, ahogy ezt manapság mondani szokás, kiszivárogtatták esetleg időben annak a személynek a nevét, akik akit ők szívesen látnának ugye Erdély élén, és akkor a rendek hát tulajdonképpen nem igen tehettek mást, hogyha, hogyha nem akarták a török veszélyt, esetleg katonai támadást a maguk fejére vonni, mint hogy hát megválasszák azt a szemét. Egyébként is ugye azt hát tudni kell, hogy a, az erdélyi rendiség, ugye mondjuk a Magyarországi összehasonlítva viszonylag gyenge volt. Ennek ugye a fő oka az, hogy a, hogy a az erdély birtokos nemességnek a, 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 súlya, a birtokainak a magyarokéhoz képest kisebb volt, amiatt csekélyebb volt, és a fejedelmek, Betlen egy tekintetben éppen kivétel, de az erdély élére került személyek zömmel párciumbéli Magyarország, tehát magyarországi, magyarországi nagybirtokos familiákból kerültek ki, ez nem véletlen, tudnék olyan, ugye a, a, a nagy birtokoknak köszönhetően tudták megszerezni, és főképpen tudták megtartani a hatalmat. És most, ugye, ahogy mondtam, hogy Betlen Gábor a tekintetben kivétel, de, mert hogy ő nem ebbe a kategóriába tartozik, viszont ugye. Ő nála pedig ezt nyilvánvalóan időben fölmérve, mert ugye nem csak a megszerzéséről van szó, amit valóban hát hathatós oszmán segítséggel ért el, hanem, hanem a megtartása is problematikus lehetett, és ugye ennek érdekében, ő hát, visszaperelt, hogy egész 1588-ig visszamenőleg azokat a birtokokat, amelyeket ugye a fejedelem elődei az erdély kincstári birtokok rovására eladományoztak. És ugye ezeket visszaszerezve végeredményben a, a fejedelmi birtok komplexum, tehát a kincstári birtokoknak az együttesen már egy valóságos túlsúlyt képezett, ugye Erdélyen belül is a többi birtokos nemes vagyonához képest. Tehát ugye ez, egy, egy, ez is egyébként hát ennek a gazdaságpolitikának, vagy későbben kibontakozó gazdaságpolitikának lehetett a bázisa. Kiegészítve, hogy a legitimitásnak a kérdése, ahogy a tanár úr ugye itt emlegette, hogy a török oldaláról, nyilván ugye a ceremóniát ne felejtsük el, hogy ennek megvan a beiktatási formája a hatalomba történő kerülésnek a nyomatékosítása, tehát hogy egy zászlót, a föveget, a szabját, a felszerszámozott lovat, és az atnámét feltétlenül ugye kézbe kell kapnia egy erdélyi fejedelemnek, hogy a török oldaláról, a porta oldaláról legitim uralkodó legyen. De ez nem jelentette a princepséget, ez nem jelentette a fejedelemséget. A princeps titulust azt a királynak kellett elismerni. Tehát a magyar király és erdélyi fejedelem viszonyában tisztázni kellett a rangsort, elsőbség, másod, Sor, sor, tehát a másodlagosságot, és ez természetesen Betlen esetében is hosszú tárgyalások eredményeként sikerült. Míg aztán a király, az, aki adott esetben második Mátyás, el fogja ismerni, el is, hogy nagyszombadi szerződésben rögzítik, hogy igen, most van a király oldaláról is Betlen elfogadott uralkodója, irányítója ennek az erdélyi fejedelemségnek, de nem szuverén. Ezt mindenki hangoztatnánk, és mindig emlegetnénk, nem szuverén önálló ország részről beszélünk, vagy önálló államalakulatról beszélünk, de semmi körülmények között nemzetközi jog értelme ez nem szuverén ország. Még ez azonban még uh, érdemes hozzátenni, hogy um, Erdélynek a státuszára vonatkozóan talán egy uh, említ is megérdemel, hogy, hogy egy szabott féldelem választás joggal rendelkezett. Tehát a két módvai uh, vajdaság, nem élvezte ezt a státuszt az oszmán birodalmon belül, hanem oda a vajdákat Konstantinápolyban nevezték ki személyesen. Betlennek pontosan ez okozta a problémát, hogy először jelölte ki őt, mm -hmm. ugye, uh, Isztambulban a porta, és úgy került uh, hatalomra. Még egy dolog, bocsánat, akkor ehhez, mert ugye, hogy hát világos legyen itt Erdélynek ez a kettős kötődése, vagy kettős függése, ha úgy tetszik, hogy, hogy ugye a magyar király részéről is, hát sokszor ugye ez persze a, mindig a adott politikai szituáció függvénye volt, de sokszor az erdélyi rendek részéről, vagy a magyar rendek részéről feltétlenül, ugye Erdély változatlanul a, a, tényleges helyzet dacára, ugye a magyar korona része maradt, tehát ugye annak tekintették, amiből voltak éppen következik, és hát ide, annak idején ugye az 1571-ben született spejői szerződés alapján ugye hát dokumentálisan is igazolható, hogy hogy a király, a mindenkori magyar király tulajdonképpen ugye államfője volt Erdélynek is ugyanakkor ugyezt a éppen a Gebey úr által említett beiktatási ceremóniának a hogy mondjam kellékeiből is kiderül, hogy ugyanakkor egy török vazalításban élő fejedelemség volt, tehát ugye a magában ugye a porta jóváhagyása a, a, a volt szükséges hozzá, tehát ugye a tényleges helyzet mégiscsak az oszmán birodalomtól való függőségét jelentette ennek a területnek, és Betlen esetében, hát ez majd ugye egy későbbi fejlemény lesz, hogy, hogy és óriási vívmány tulajdonképpen a magyar király, már akkor ugye második Ferdinánd részéről, amikor, amikor nem emlegetik ezt, a, ezt a, a magyar királynak a fejedelemhez képesti előjáróságát, vagy előjárói mi voltát. Tehát holott, ugye erről persze abszolút uralkodók sosem mondtak le valójában. Említette Zoli itt egy érdekes szemét, egy drugegyőrre gondolok, és úgy fogalmaztál, hogy trónkövetelő. Miért vált ő trónkövetelővé? Illetve ő Betlennek ellenfele volt, és ha igen, akkor miért? Valójában nem trónkövetelőről volt szó, ugyanis uh, Betlen esetében, ugye 1615-ben, nagy szombati szerződésben uh, elismerték Erdély élén, azonban nem fejedelemként még, hanem vajdaként. Ha mondani, hogy György nem a fejedelmi címet akarta megszerezni, hanem Betlen eltávolításával, ugye Erdély, mint a magyar koron része, tehát visszakapcsolni a magyar királysághoz, úgy, hogy azt a középkorban e, szokás volt, tehát vajdaságként, e, a vajda csupán az uralkodói akarat végrehajtója lett volna Erdélyben, e, a, 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 az uralkodói jogok, e, hát mondjuk úgy gyakorlója e, a vajdaságban. Másik fontos kérdés, e, és a korszakban elég fontos, szerepet kap ugye a felekezetiség kérdése. Ugye a magyar uralkodók, Habsburg házból származó uralkodók katolikus vallásúak voltak, ezzel szemben az erdélyi fejedelmek ugye a 17. század elejétől kezdve kálvinisták, tehát protestáns vallásúak, és ez a, a korszakban, ugye, ha csak a 30 éves háborúra gondolunk például, elég jelentős konfliktus forrás volt. Most Hamonnai esetében, illetve Radusárban Havasalföldi és a mennyerek által támogatott moldvai fejedelem azonban mind katolikusok voltak. Tehát, hogyha ennek a három állam alakulatnak az élére katolikus vezető vagy katolikus befolyás érvényesül, az nyilván a Habsburg Monarchia számára is uh, ugye kitágította volna egy kicsit a, a kereteket. Ebben látom én a um, trónkövetelés kérdését. Mert szóba került a Vajda ö, fogalom is. Megkérném tanár urat, hogy tegyük tisztába itt a fogalmi és jogi környezetet. Tehát király, fejedelem, Vajda, princeps ebben valami ö, egységet. Zoltán ugye utalt a középkori Magyarország történetére, illetve talán is utalt, és a Vajdaság intézménye az nem idegen a középkori ellenkezőleg. Nagyon is hozzátartozik, hozzá hozzátartozik. Egy király által kinevezett, tehát nem választott tisztviselőről van szó, országos méltóságot is, Erdély Vajda és sorolhatnák, akár Hunyadi Jánost is emlékethetnénk a sorban, Szapolyai János, stb., mint legismertebbeket. Tehát a király és a Vajda Ilyen értelemben ugye egy uralkodó a legmegbízhatóbb emberek közül megbízza annak a tartománynak, irányításával, nagyon-nagyon széles jogokkal fölruházva ebben az esetben ugye Erdélyt, nem erdélyi fejedelemséget, hanem erdélyi vajdaságot, ez földrajzi értelemben vett erdélyi területeket érint, benne a három nációt, benne a székelyeket, a szászokat és a magyarokat. <kül> A szituáció természetesen ugye megváltozik, 1541 után, a Buda elfoglalása után, itt most nem részleteznénk ugye, hogy, hogy érkezünk el a spájéri egyezményhez, 70-ben ugye parafálják, 71-ben ratifikálják ezt a szerződést. A lényeg az, hogy János Zsigmond ettől a pillantó kezdve kap egy olyan titulust, amelyet fogalmazhatnánk úgy is, hogy korona nélküli uralkodó a princeps fejedelem, ahogy mi ezt fordítjuk, habár bár hát, lehet ezt hercegnek is fordítani, mint ahogy ugye a német-római birodalmon belül a princeps szót általában a fürsztel és a herceggel azonosítják. Ha bár van ott egy külön szó is, megnevezés, ugye akár a hercog, ugye a német-római birodalom esetében, vagy éppen a család közvetlen környezetében lévő princek, kronprincek. de nem menjünk német területen, vissza ugye Erdély vonatkozásában, és ebben a spájeri szerződésben félérthetetlenül szerepel az a kitétel, hogy a fejedelem, vagyis a princeps előtte járónak magasabb, magasabb pozícióban lévőnek és uralkodójának ismeri el a magyar királyt. Tehát a magyar királynak és a Rexnek és a princepsnek egy más viszonya lép be a Rex és a Vajda vojevóda szintjéhez képest. Ugye addig, míg az egy kinevezett, királynak közvetlen felelősséggel tartozó személyiség ebben a pillanatban, ugye, ahogy hallottuk már itt, országgyűlés, külön országgyűlés, választás, és természetesen a török mindig ragaszkodik ugye a szulejmani hagyományokhoz, egyértelműen, hogy számára megfelelő ember kerülhet oda. Ez a kettős determináltság, ez mindvégig, amíg az eddigi fejedelemség él, van, létezik, bocsánat, 1690, illetve 91 diploma Leopoldinumig, addig ez egy meghatározó tényező. Tehát ö, én le is írtam, elmondtam sokszor azt, hogy a török számára nem az az érdekes és izgalmas, hogy valaki princeps vagy nem princeps, hiszen a dokumentumokban hol királyként titulálják, hol vajdaként, hol fejedelemként, mikor, hogy, össze-vissza titulálják a törökök a leveleket, amelyeket beküldenek Erdélybe. Másik oldal vonatkozásában, a régsz vonatkozásában, a régsz vonatkozásában soha nincs titulus tévedés vagy következetesen mindig, míg el nem ismeri a Rex Princepsnek a fejedelem jelöltet addig, addig ez mindig Vajda, egy bátor Istvánt is ugye Vajdaként fognak titulálni hosszú időn keresztül. A külön egyezmények mindig korlátozzák, vagy éppenséggel szabályozzák azt, hogy igen, ettől a pillanattól kezdve most már megilleti az erdélyi fejedelmet a Princeps titulus, és 1615-től igaz kezdetben Vajda, utána pedig, ahogy alakulnak majd a események, utána már a levelek jöttek a címzése. Princeps Gá Gabrielnek, megy, igen. Ha szabad még egy dolog hozzátenni ehhez, tulajdonképpen csak ugye a, nyomatékosítás kedvér, hogy, hogy ez, a, ez a Princeps, tehát ugye a fejedelem titulus, ez ugye azzal függ össze, amikor kezdve ugye Erdély autonómiát kapott. Mert itt tulajdonképpen ugye egy területi autonómiáról van szó, amely autonómia politikai a belpolitikára terjed ki, tehát az hogy azt jelenti mindennek előtt, hogy van a területnek önálló országgyűlése, vagy rendi gyűlése, mondjuk, hogyha itt a német viszonyokkal hasonlítjuk, akkor igazából talán tartománygyűlést kellene mondani, csak ez a magyar terminológiától idegen, azon kívül, hát ugye saját jogrendszere van. Tehát ugye a, 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 Vajda valóban ugye az tulajdonképpen egy területi előjáró, a király által kinevezett tartományi vagy területi előjáró, ugye a fejedelem ebben az értelemben, vagy princeps értelemben is természetesen több, több annál, mert egy autonómiával, politikai autonómiával rendelkező területnek a, az elöljárója, viszont ez az autonómia, ez nem a függetlenséget jelenti, ez nem a szuverén országot jelenti, ami hát mindenek előtt, és ez ugye hát köztudott, azt, azt a korlátot állítja elé, hogy a külpolitikájában nem nincs szabad mozgástere. Ezt nem csak a török, ahogy szoktuk mondani, korlátozza, de, hanem, hanem a magyar király oldaláról nézve is korlátozott, sőt, sőt, ugye itt a különböző külföldi uralkodók sem, mint szuverén uralkodóval állapodnak, kötnek velük megállapodást. Tehát ezt, ezt ugye a nemzetközi jog is így tekint Erdélyre, és nem pedig független országként. Elhangzott már az adásban az a szó kapcsolat, hogy Betlen Gábor magyar király. Ez hogy lehetséges? Hogy lett Betlen Gábor magyar király? Nem volt az országnak ekkor királya? Nézek Zolira tanárnak. A magyar királyság, tehát a magyar királyi cím, mint olyan, ugye ez nem annyira egységes, mármint abban az értelemben, hogy van választott magyar király és ténylegesen megkoronázott magyar király. Ugye csak a ténylegesen megkoronázott magyar király tekinthető eh, abban az értelemben uralkodónak, ahogy azt a királyokat eh, számon tartjuk. Betlen Gábor ugye 1619. szeptemberében megindított eh, egy hadjáratot eh, a királyi Magyarország ellen, illetve eh, itt a szakirodalomban is eh, eltérő vélemények fogalmazódtak meg, hogy milyen célból és ennek az első hadjáratnak a következtében ugye sikerült elfoglalni a, a királyi Magyarország jelentős részét, és megnyernie a királyi Magyarország arisztokratáinak és rendeinek támogatását, akik 1620 augusztusában Besztercebányán egy országgyűlésen királya választották. A tényleges megkronázásra azonban mind belpolitikai, mind pedig külpolitikai, Ö, okokból kifolyólag nem került sor. Betlen tehát csak választott magyar királynak tekinthető, amely címet egyébként a Nikoszburgi szerződésben el is vesztett. 1621 végén, 22 elején. Így tényleges magyar királynak ö, nem tekinthető. Miért Nikoszburgrá ráternénk? Miért? Bocsánat, egy nem pontosítás, csak, csak megjegyzés. A tekintetben, amit Zoltán mondott, hogy Pozsonyt, <coughs> igaz, a királyi Magyarország fővárosát és a koronát is ugye, a Pozsonyi várban őrzött királyi jelvényeket szintén megszerezte Betlen, tehát a kezében ott van, és a korona őr is ugye hozza oda elé, tessék, és ettől a pillanattól kezdve ugye a kérdés nagyon érdekes, hogy itt van a úgynevezett Szent István korona, koronázási jelvények, és akkor fejünkre tehetjük, nem tehetjük a fejünkre, és milyen a nemzetközi viszony. A nemzetközi viszony pillanatnyilag kedvező. A tanár úr emlegette ugye a második Ferdinándot, tehát pont 1619-ben van váltás. Második Mátyás igaz halála, és akkor egy új király választás, és koronázás. Hát magyar király van. Magyar királyt megválasztották, megkoronázták, ez második Ferdinánd. De II. Ferdinándot nagyon is a jezsuiták nevelik, irányítják, és az a katolikus-protestáns ellentét itt már fölsejlett, nyilván 1618-tól kezdve Csehországban, és ez ilyen értelemben a német-római császárságnak egy belpolitikai bonyodalma, de összekapcsolható és összekapcsolandó Betlenek első támadásával, amiről Zoltán beszélt, és ez a szituáció, ez a Csehországban, Morvországban, Magyarországon, ha tetszik, protestáns láncolatban, jelentkező esemény sor vezethetett el oda, hogy Besztetze bányán egy konventust, egy konventet, mert hivatalosan azért mégsem lehet ezt ország, bár Betlen mindig így nevezte, hogy országgyűlés, csak hát ennek a formai, meg jogi feltétele azért nincsenek meg, de ezen a konventen igenis megválasztották Elektusznak. Ennyivel szerettem volna, nem tudom, tanár úr, esetleg még valamivel ki akarod egészíteni? Nem, hát ő, nem tudom, hogy elvigyük-e abba az irányba beszélgetést, a korra, hogy, a, hogy, hogy, hát báté. tulajdonképpen ugye az ő rá mindenkor jellemző mértéktartására és reális politikai helyzet felismerésére jellemző az is, hogy ő ezt nem erőltette már, mint a koronázást, jól felmérve azt, hogy ebből hát visszafordíthatatlan politikai konfliktusok fakadhatnának. Ugye fölléphetett volna az a kettős királysági helyzet, ami így végül is ugye nem állt elő, ami, ami tényleg megoldhatatlan nemzetközi problémát is okozhatott volna, hát ugye még csak szóba kerül, de hát részletesen nem beszéltünk a 30 éves háborúról, ebben résztvevő különböző táborokhoz tartozó hatalmakról, és és ugye számukra is, és Betlennek a lehetséges szövetségesei szempontjából is roppant problematikus lett volna, hogy egy ilyen, ilyen rendkívül bonyolult közjogi helyzetben manőverezte volna bele magát de ő ezt nem tette, mert részben kétségkívül a saját mértéktartása, a reálpolitikus érzéke okán minden bizonyal, másfelől pedig hát egy tulajdonképpen egy kicsit keserű tapasztalat is a háttérben állt ennek a, ennek a tartózkodó magatartásnak azt tudnék, hogy ő kénytelen volt rájönni arra, hogy a magyarországi protestáns rendek sem ö, fenntartások nélkül szimpatizálnának az ő uralmával, hiszen ugye ez a, 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 annak a veszélyét, az adott helyzetben annak a veszélyét vonta volna rájuk, hogy ő éppen olyan ö, erős kézzel igyekezett volna hatalmát kiépíteni az általa uralt magyarországi területen, mint ahogy ezt Erdélyben tette. És ugye ez a rövid pórázra fogás, ez nem lett volna ínyére a magyarországi protestáns rendeknek sem, miközben ők ugye természetesen felekezeti okok miatt elsősorban szemben álltak az urak, a Habzó uralkodóházzal is. Mindenképpen meg kell azt a kérdést is a király koronázhatásával kapcsolatban, hogy a török fél, hogy viszonyult ehhez a kérdéshez, ugye 15 évvel, 14 évvel korábban Bocskai István egy hasonló hát, mozgalom élén, ugye a töröktől egy koronát kapott, amelyel Magyarország királyává szerették volna tenni a, az oszmán uralkodók, ami felveti annak a problémáját, hogy ha Bocska, hogyha Betlen Gábor megkoronáztatja magát, akkor ez magával vonta volna-e Magyarországra is azt az oszmán befolyást és vazalus státuszt, amely Erdélyre vonatkozott ekkoriban is, amiről itt szóba is került. Magának Betlennek is voltak olyan tervei, hogy egy esetleges oszmán segítséggel, vagy oszmán összefogással létrejövő közép- vagy kelet-európai szövetség, protestáns szövetség élén esetleg a katolikusok is itt Habsburgok ellen egy, 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 nagyobb támadást intézzen. Azonban úgy gondolom, hogy annak, hogy a megkoronázására végül nem került sor, mindenképpen itt az oszmán kérdése is közrejátszott. Azért, bocsánat, ha ez szabad egy mondatot hozzátenni, hogy Kétség kívül, hogy van, vagy vonható párhuzam e tekintetben ugye Bocskai és Betlen között, de azért a két korona, a két koronázás semmiképpen nem Állítható, hogy is mondjam, tehát nem egy szintre egymással. Ugye a bocskai esetleges megkoronázását az a koronával, amelyet ugye a töröktől kapott, a európai hatalmak és Magyarország és a magyar rendek szemében sem számított volna soha sem királynak, tényleges királynak. Ellentétben a Szent Koronával megkoronázott Betlennek ez esetben a helyzete egészen más lett volna a nemzetközi megítélés szempontjából, és hát adott esetben ugye a magyar rendek szempontjából is. Tehát király, király, ugye a, mondjuk a megnevezés és a török részről feltétlenül így is, úgy is, de ez azért nem ö, ö, ugyanazt jelentette, tehát ugye, a, vagy nem ö, ugyanazt jelentette volna, tehát itt azért a, ö, a, a Szent Koronától való tartózkodás, ha szabad így fogla, fogalmazni, ugye Betlen esetében, az egy ö, hát nagyon bölcsen kiszámított ö, ö, gesztus vagy lépés volt én is hozzátehetek, ugye még egy-két mondatot. <coughs> Mindenképpen van itt egy olyan kérdés, amit nem lehet megkerülni, és azt hiszem a történészek saját ismereteik, nem tudom, egy témában való elmély fokától függően így vagy úgy válaszolnak meg. Tehát a ö, magyar koronának igaz, kézbevétele, fejretétele, koronázása, stb. jelenti-e vagy jelentette volna a Eddi és a Magyarország Egyesítését. E, általában a közgondolkodásban, e, igaz ez úgy e, jelenik meg, és most a közgondolkodásban e, talán még a tudományos ismeret terjesztő folyóiratokat is emlegetem, hogy igen, Betlen Gábor keletről el, megindulva, elindulva szerette volna a középkori Magyarországot föltámasztani, nemzeti királyként, és ez egy országegyesítési program. Hát az én ismereteim szerint egyáltalán nem így áll a dolog. A koronában gondolkodott, vagyis a királyságban gondolkodott a konfederáció, közép-európai konfederációnak a támogatásával. A leveleiben félreérthetetlenül fogalmaz Betlen, különben azt hiszem grafomán volt, nem tudom, tanár úr egyetért ezzel a megjegyzéssel, de rengeteg levél szerencsére fönnmaradt Betlen idejéből és Betlen saját kezeírásától. Tehát visszatérve itt a konfederációra, tehát úgy képzeli, hogy hét protestáns területnek, ő országnak ugye és tartománynak nevezi őket, konfederációja alkalmas lesz arra, hogy a Habsburgok közép-európai hatalmát megtörni, és minden egyes helyen ez a bizonyos királyválasztás, királykoronázás, ez a stb. annak rendje módja szerint helyi törvények alapján menjen végbe. Melyik ezek a konfederációba tömörült országok? Ez Csehország, Morvaország, Szilízia, Alsó-Felső Ausztria, akkor ö, ö, ott Lausitz és ö, Erdély. Ö, hogyha felsoroljuk, valahogy itt ez a Magyarország, ö, nem tudom, most ö, természetesen az is a konfederációnak része, csak hogy most milyen státuszban most majd megkoronázva, nem koronázva. Tehát magyarul a nemzetközi feltételek, hogyha lehetővé teszik. Akkor a török támogatásával, de nem török vazallusként, hanem a törökkel szövetségben tudnék. Betlen, lehet, hogy szofisztika ez, soha nem tekintette magát, ugye török szolgának, török bérencnek, mindegy, hogy, hogy megpecsételték az ő tevékenységét, ugye a ideológiai ellenfelei, mindig ő szövetségesnek tekintette magát, és mindig az Atlámira hivatkozott, és mindig ugye Moldvára havasalföldre, hogy tessék megnézni, ott egy Berát, ott egy Fermán, itt pedig egy Atlámi. Tehát ez egy szerződéses viszony. Semmi körülmények között nem lehet egy hajbókoló, alávetett, egy akarat nélküli uralkodónak engem tekinteni. De ettől a török függéstől igenis lehetne Euh, még inkább, euh, hát a lazítani inkább így a kötelékeken, ha ezt a konfederációt sikerülne euh, egybefűzni, és sikerülne valóban második Ferdinándot mindenhonnan kitudni a hatalomból. Csehországból is kitudni, stb. stb. Mind a hét területről kitudni. És igenis ez akkor jelenthette a törökkel szemben is, ha tetszik a Habsburg dinasztiával szemben is, az önállóságot, nagyobb önállóságot, önrendelkezést. nyilván ennek a kifutása nem lett meg, nem történt meg, de még egyszer mondom, itt az ország egyesítésnek a témája az nem volt napi renden. Az utolsó néhány percben még fontosnak tartanám, hogy beszéljünk Nikolsburgról, illetve Betlen fejedelemségének utolsó Uh, időszakáról, és mivel tanár úr itt ül a stúdióban, muszáj vagyok megkérdezni, hogy Nikolsburg, a Spax, pacifikáció, béke, békesség. Jó. Jó. Ö, könnyű helyzetben vagyunk most már, hiszen ezeket az ö, dokumentumokat meg igaz, hogy több példányban készülnek ezek a nemzetközi szerződések, hiszen mindig garantáló országokba is elküldik, és ez a több példányban kiállított példányok egyike másik azért megmaradt, fönnmaradt, és 1606-tól Bécs-től kezdődően, ugye a Bocskai Szabadságharcot lezáró Bécsi, Békének titulált béke az nem béke, hanem pacifikáció, vagyis Békesség, megbékélés, megbékítés, teljesen mindegy, azt hiszem, hogy melyik szinonimát használjuk. És én ö, úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fontos hangoztatni, hangsúlyozni, hogy ez nem ö, béke nemzetközi jogi értelemben, tehát nem egy pax, mint ahogy a viaskodó ö, nagyhatalmak ö, háborúját lezáró, ugye, paxról beszélünk, egy zsítva dokumentumon, az mindenféleképpen félreértetetlenül pax. Bécs, az pacifikáció 1606. 1621. december 31. szintén pacifikáció. Tehát a tankönyvekben, kézikönyvekben megítélésem szerint ezt mind korrigálni kellene. Független attól, hogy a tartalma természetesen ez békesség. Egy házon belüli, országon belüli békét jelent. Tehát a király kiegyezett az ellene fegyvert fogó társadalommal ezért pacifikáció. És akkor vihetjük végig, ugye első Rákóczi György és második Rákóczi Ferenccel megkötött pacifikációkat is ebbe a sorba. Csak alátámasztandó, amit a tanár úr mondott, hogy, és visszautalni, ami már elhangzott itt a beszélgetés során korábban, hogy, hogy ez ennek a közjogi súlya pontosan mutatja azt a viszonyt, amely Erdély és a magyar király között fennállt, hogy valóban ugye, el, államfője Erdélynek a mindenkori magyar király, akkor is, hogyha ugye ott van egy fejedelem, aki az ő jóváhagyása, elfogadása vagy elismerése révén válik, mert ugye beszéltünk róla, hogy ez is kellett hozzá, jutott ebbe a méltóságba, ült be a fejedelmi székbe. Tehát valóban itt akár a fejedelmesetében, akár ugye az erdélyi rendeket tekintve, az uralkodó és az alatvalóinak a megállapodásáról, a adott esetben fegyveres konfliktusának a lezárásáról van szó. Tehát ez nem szuverén hatalmak, uralkodói, között, államfői között kötött ö, ö, hát, diplomáciai ö, okmány, hanem ö, uralkodó és alatvalói között kötött ö, ö, megállapodás, vagy megbékélés, és hát ezért ugye a pacifikáció, ezért nem Pax, ö, a, a, tehát nem valóban pontatlan a békeként való emlegetése, hanem no, hát hogy így terjedt el, és számos más dokumentum van hasonlóképpen. Az utolsó kérdésem, az Zoli hozzád intézném. Röviden, néhány mondatban, hogyan értékeled Betlen Gábor fejedelemségét? Az értékelést nem én végezném el inkább, hanem a már meglévő értékeléseket elmozkodnék. Ugye a tavalyi rendezvénysorozatok számos eseményén részt vettem én is, és mindenhol azt hangsúlyozták, hogy ugye Betlen Gábor Erdély a legnagyobb fejedelme, Eh, amely nagyon eh, komplex, hogy miért is eh, van ez így. Ugye egyrészt ki kell emelni azt a tényt, hogy eh, korban is emlegették, hogy Betlen Gábor uralkodása alatt ugye idegen had lovának a eh, patkója nem taposta Erdély földjét, ami így is volt, tehát a eh, betent megelőző közel két évtized háborús pusztításai után egy eh, békésebb eh, időszak indult meg Erdély életében. Ezt országgyűlésen ki is jelentették talán 1618-ban, hogy bőség és gazdagság van a fejdelemségben. Ugye ez részben Betlen Gábor belső rendteremtő intézkedésének köszönhető, másrészt pedig azoknak a gazdasági, amiket már emlegettem, merkantil jellegű gazdasági intézkedéseknek, amely erdély gazdaságát olyan szinten rendbe hozta, és a későbbi fejedelem utódok számára is biztosította ugye, ezt, a, ezt, az anyagi bőséget, hogy utána Erdély ugye a 30 éves háború, és itt az első szakasz, ugye a szakaszra gondolva, nem csak Erdély, hanem talán Magyarország, Magyar Királyság helyzetét is stabilizálta ugye a Habsburg monarhián belül, tehát a jogi stabilitását garantálta. Ebből kiindulva Betlen Gábor mindenképpen egy igen jelentős fejedelemnek tekinthető, amelyben azonban ugye személyes tulajdonságai játszottak igen, 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 nagy szerepet, ahogy tanár úr is említette. Ugye levelezéséből ez kitűnik, hogy mindent saját hatáskörébe igyekezett rendelni, és, és gyakorlatilag az, hogy Erdély későbbi fejedelmei nem tudták olyan magasságukba vinni, mint politikailag, mint pedig gazdaságilag Erdélyt, ahogy Betlen az így személyes a személyiségébe fakadóan, tehát személyes tehetségének köszönhető volt. Így én személyesen Betlen Gáborral foglalkoztam az erdélyi közül a legtöbbet, ezért talán egy picit elfogult is vagyok ezzel kapcsolatban, de én mindenképpen őt tekintem a 17. századi erdélyi közül a legjelentősebbnek. Köszönöm szépen. Elnél, nyugodtan tanár úr, hogy, <laughs> hogy nem, hát, ez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy de nem azért, mert volt időszak a, a hazai történetírásban, amikor én úgy gondolom egy kicsit uh, misztifikálták az ő uh, koncepcióját, tehát valami, valamilyen nagyon uh, mindenféle, hát különböző uh, nagyon nagy szabású uh, nemzetközi politikai elképzeléseket uh, tulajdonítottak neki. Uh, a két világháború közötti biográfusa, ugye Szegfű és most amennyire én áttom tekinteni, nem lévén betlen kutató, a, a, újabb szakirodalmat, ezek abban a tekintetben feltétlenül egybecsengenek, hogy, hogy már Szegfű is azt hangsúlyozta, ami most legújabban megint csak igazolódni látszik, hogy, hogy nem arról van itt szó, hogy neki valami eleve elhatározott olyan koncepciója lett volna, amelyet hát mindvégig az uralkodása során végig akart vinni. Erre nem is volt lehetősége, hiszen az állandóan változó viszonyok nem tették lehetővé, hanem valóban a nagysága, a személyes tulajdonságai közül abban is megnyilvánul, hogy, hogy rengetegszer kényszerült váltani a, a, a kudarcait, amelyek nem csak külpolitikai, hanem nagyon sokszor belpolitikai oldalról érték, például ugye a magyar rendek részéről, ezekből is tanulva, okulva egészen más irányt vett a, ezt követően az ő politikai orientációja. Tehát de a leveleiben valóban minden benne van, és az mindenk az ellenkezője is benne van tulajdonképpen. Tehát, tehát az ő írásaival sok mindent lehet igazolni, és ugyanazoknak a cáfolatát is meg lehet tenni talán. Tehát én nem tudom, hogy lehetne ma vállalkozni arra, nálam avatottabbak ezt jobban meg tudnák mondani, hogy, hogy, pontosan megrajzolni, vagy megmondani az ő politikai elképzeléseit, de inkább azt hiszem arról lehet szó, hogy a pillanatnyi politikai elképzeléseit lehet. Tehát az adott évben, az adott helyzetben mire törekedett. De ez, ez nem egy következetes és egy folytonos, egy állandó, egy konstans dolog volt alig, hanem. Én köszönöm szépen tanáruraknak, hogy elfáradtak, és neked is, Zoli, hogy elfáradtak ide a stúdióba. A kedves nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, és meghallgatták az okfejtéseket itt Betlen Gábor és Koráról. Két hét múlva újra találkozunk, akkor második Rákóczi Ferenc és Korra lesz a téma. Remélem tanárurakkal és veled, Zoli, is találkozom két hét múlva. Addig is minden jót kívánok a viszontlátásra!